Sziasztok! Egy új autót hoztunk nektek, ezt a gyönyörű háromajtós Ford Fiestát. Nagyon-nagyon gyönyörű színe van, nagyon sportos kiadás. Igazából nagyon egyben van az autó, 2009-es évben készült, 1.4 dízel motor hajtja. De nézzétek meg, milyen vagány, jó kis megjelenésű autó. Nagyon sportos, dinamikus, lendületes. Tényleg nagyon jól megy, nagyon szép állapotban is van. Úgyhogy tényleg színezett üvegekkel, ködlámpával, tényleg jó állapotú az autó. Igazából 2023. szeptember 12-ig műszak is, 232.000 km van az autóban. De nézzük meg belülről is, mert most jön a java. Nézzétek meg, hogy a kárpitok, műanyagok hibátlanok, tényleg gyönyörűek. És nézzétek meg, és ami most jön az érdekesség. Nézzétek meg ezeket az üléseket, a bőrkormány, a bőrülések gyönyörű állapotban vannak. Nagyon-nagyon jó színe is van, és tényleg azt kell, hogy mondjam, nagyon jó tartásúak az ülések, és jó erős ez a bőr. Borítás rajta, úgyhogy tényleg klímával, tényleg nagyon, nagyon egyszerű technika, de mégis nagyon megbízható, nagyon jó kis autó, és nézzétek meg, hogy hátul is ugyanezek a bőrülések, fejtér, bőséges, lábtér is van. Itt nézzétek meg ezeket az üléseket, tényleg nagyon jó állapotúak. És megnézzük a csomagteret is. Mert az is egy nagy előnye az autónak, hogy egyrészt önmagában is elég tágas a csomagtér, nagy a csomagtérnyílás, láthatjátok ti is. És ha ezeket az üléseket lehajtjátok, akkor tényleg egy igazi szállítógép lesz belőle, ha szeretnétek valami nagyobb dolgot vinni. Igazából tényleg azt mondom, hogy szinte bármit el tud vinni. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó és nagyon-nagyon praktikus autó, nem csak sportos, nem csak szép, hanem nagyon praktikus is. Szóval, hogyha mindenképpen szeretnél egy autót, ami igazán dinamikus, sportos, jó kiállása van, tényleg ilyen apró esztétikai hibát tudok nektek csak mutatni az autón. Ilyen hibák vannak rajta. Körülbelül ennyi is az összes hiba az autón. Úgyhogy ha szeretnél egy igazán jó autót, nagyon vagány megjelenéssel, nagyon gyönyörű bőr belsővel, és még strapabíró bőrrel, akkor mindenképpen gyere el Rakamazra, a Selkút mellett Jumpinál. Várunk szeretettel. Sziasztok!